Felfüggesztette a munkakonfliktust az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség, azt követően, hogy a szerdai egyeztetésen Márcsél Csolákú miniszterelnök a kormány nevében ígéretet tett követeléseik rendezésére. Eredményesnek bizonyult az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség szerdai tüntetése, majd a kormány képviselőivel folytatott egyeztetések. Pénteki közleményükben a munkakonfliktus felfüggesztéséről tájékoztatnak. A kabinet képviselői ugyanis felvállalták, két héten belül lezárják az új ágazati kollektív munkaszerződéssel kapcsolatos egyeztetéseket, és belefoglalják a dokumentumba a szakszervezetek javaslatait. Hónap végéig véglegesítik a megállapodást az idei évi 63-as számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről. Augusztus végéig véglegesítik az új egységes bértörvény tervezetének egészségügyre vonatkozó fejezetét, és a bértáblát a szakszervezetekkel korábban folytatott tárgyalások alapján alakítják. Szeptember végéig a szakszervezetekkel közösen pontos határidőket szabnak az új bértábla bevezetésére. A munkakonfliktus felfüggesztése a korábban kilátásba helyezett figyelmeztető és általános sztrájkütem tervének felfüggesztését is jelenti. Azonban, ha a kormány nem teljesíti ígéreteit, folytatják bejelentett tiltakozó akcióikat, figyelmeztetnek.